Hát most a mérőhelyek felállítását látjuk éppen, és akkor mérőpontok. Mérőponton most a kisfrekvenciás elektromos mező, illetve mágneses mező mérését végezzük. Általában itt szokott lenni ezen a mérőponton a kezelő asztal, ahol a páciens, a beteg fekszik. Ezért az nagyon fontos, hogy abban a mezőben, ahol ő tartózkodik, ne legyen semmi negatív energia. Itt azért azt tudni kell, hogy nem csak negatív energiát tudunk mérni, ezt nem mondtam a bevezetőmben, elnézést, hanem pozitív energiát is tudjuk mérni. Tehát, hogyha van a térben esetleg olyan frekvencia tartomány, amit akár a népi gyógyászat, vagy akár a tudomány is elismer, mint gyógyító rezgést, azt mi tudjuk mérni. Mivel egy herctől, ahogy mondtam, egy herctől mérünk kisfrekvenciás elektromágneses sugárzás 400 Hz-ig, és majd meglátjuk a kiértékelésnél, hogy tized frekvenciánként vesz impulzust a térből, a helyiségből, a mérőponton, tehát tized frekvenciánként tudjuk megállapítani az adott helyszínen az elektromágneses sugárzást mértékét. Uh-huh. És ezt nagyon pontosan tudjuk, hogyha valaki a frekvenciák, a rezgések világával otthon van, akkor meg fogja tudni látni akár a grafikonon, akár a számszerű oszlopokban, hogy milyen frekvencián, milyen erőtér van jelen, és ez most pozitív vagy negatívnak minősül. Közben azért dolgozok is, elmentem az adott ponton, mert már nagyon sokáig itt van, uh-huh. és nem változik, mert általában úgy szoktam a mérést végezni, hogy a mérőponton felállított mérőfejnél, hogyha már nagy változás nincs, nagy ingadozás nincs a mérőműszerben, akkor elmentem a mért értéket. Ha ingadozás van, akkor egy kicsit tovább tart a mérés. Ha nincs ingadozás, stabil az erőtér, akkor azonnal el lehet menteni. Mindig attól függ, hogy milyen ugrálás, milyen húzálás található a térben. Tehát itt vagyunk a második mérőpontnál, ahol szoktunk ülni, amikor a számítógéppel dolgozunk. Tehát ez egy Narda típusú kalibrált, János talán te mondd, hogy mit is látunk. Igen, ez a kisfrekvenciás mérőfej a kocka, ez pedig a fő műszer, ami működteti a rendszert, tehát Narda típusú mérőrendszer. Ez a hordozható eszközök közül az egyik legfejlettebb mérőműszer. 3 évente kell kalibráltatni, 3 évente kell hitelesíteni, azért pontosan, hogy hiteles és pontos objektív mérést kapjunk, nem lejárt meg szavatossággal vesztett műszerekkel mérünk, hanem hiteles, akreditált, kalibrált műszerekkel. És most elmentem a műszert, és a 3303-asba mentett el. Esetleg lehet mutatni a mágneses mezőre, és akkor most már Teslát mutat, látom, az előbb volt per métert látom, most pedig Teslát mutat, mikroteslát mutat, tehát itt most a mágneses mezőt fogom mérni, ez is szintén a kisfrekvenciás tartományba esik, és akkor látjuk, hogy milyen mértékű, adok rá világítást, hogy jobban látható legyen. Nem csillog a kamerában? Nem. Látható, hogy milyen a frekvencia sáv. Tehát ezred pontossággal mérünk most. Igen. És akkor megint látom, és akkor megint elmentem a mértéket. 3304. Ez a memória szám, ez nem a mértérték. A mértérték majd a számítógépen lesz látható, amikor kiértékeljük, vagy kimentjük a számítógépre. Most mérőfejet cserélek, mert ebben a helyiségben kimérjük a rádiófrekvenciás sugárzást is. Ez a mérőfej, amit most fölrakok, egy picit már kopott, mert azért már régóta használom. Ha esetleg ide rá tudsz menni, akkor látható, hogy 100 kHz-től 6 GHz-es tartományig lehet vele mérni. Uh-huh. Tehát ez már a nagyobb. Ez a nagy frekvencia, és azért azt tudni kell, hogy Magyarországon az 5G-s hálózatok nem fognak 6 GHz fölött sugározni, tehát ez a mérőműszer alkalmas arra, hogy az 5G-s hálózatok mérését elvégezzük. Majdani 5G-s hálózatokat, mert jelenleg még Magyarországon Budapest kivételével, illetve Zalaegerszeg kivételével nem nagyobb van még 5G-s hálózat. Most a vírus miatt ez csúszni fog, mert szerintem év végére vagy jövő év elejére fog elterjedni országos szinten a 5G-s hálózat.
A rádiófrekvenciás sugárzást ennél nem mérőpontokat állítunk fel ennél a mérési protokollnál, hanem körbejárom a helyiséget, irányt is tudunk mérni, illetve a nagyságát tudjuk mérni. Hát ezzel most a helyiségbe egy pásztáltást végzünk, és akkor ezzel tudjuk, ha esetleg valamelyik irányból, szomszédból, vagy bárhonnan jön egy nagyobb teljesítmény, akkor azt tudjuk vele mérni. Ha pedig állandó értéket látunk minden irányból, akkor az nem jelent. Uh-huh. A szomszéd a fal túloldalán egyetemisták laknak, tehát ők nagyon használják a wifi-t és egyéb jellegű dolgokat. Hát ott nagy valószínűséggel jön át valami jel. Még egy kérésem lenne, még egyszer körbejárom, kapcsoljuk már fel a világítást. Jó. Hogyha olyan is szó van benne, energiatakarékos iszó. Ledégők vannak. Talán még az is befolyásolja a mértékét. Illetve bekapcsolom a színterápiás eszközöket is. Igen, azért egy pici növekményt látható. Ezt most én elmentem. 33.05. És akkor most ugyanígy végzünk egy mérést, hogy lekapcsoljuk, jó? Jó. 33.05. Ledégők vannak most már. Úgy tudom, hogy a HG jeleknél ezek azért egészségesebbek. Jó, és akkor most lekapcsoltuk a LED világítást. És akkor most mérünk egy újabb mérést. És akkor össze tudjuk hasonlítani majd a végén, hogy mi a különbség a kettő között. Hát tulajdonképpen. Erről az oldalról van meg. Erről az oldalról itt mellettünk egy parkoló van. Jaj, ott állunk mi. Uh-huh. Igen. Jaj, igen, az a fal. Jó. Ez egy határfal. A fal túloldalán laknak a fiatal egyetemisták. Igazából 33.06. Ahogy vettem észre, de ezt majd akkor látom, hogyha kimentem a gépre. Hál' Istennek a ledvilágítás nem nagyon befolyásolja uh-huh. a térképpel adott radioaktív sugárzás méri, de hál' Istennek sem ott semmit nincs magas érték. Nyugodtan közelítem is lehet, hogy látható legyen. Vagy akár kiebb lettem, mert a követ benne van. Igen, és ennek a mértékegysége... Mikroszívert per óra. Aha, igen. Tehát szívert, mert a régi dúl és szívert adja meg a tudomány. De hát egy évig nem mérünk sehol, aha. Általában egy óra mérés, tehát per óra, mikroszívert per óra, és akkor ebben van meg a határérték. Jó. És itt vagyunk a másik kezelőhelyiségben, itt is letesszük a mérőfejet, és itt mérjük a rádiófrekvenciás terheléseket. Most igen, ezzel kezdjük. Általában úgy szokta egy szakember elvégezni a mérést, hogy mielőtt bejön egy, vagy megnézi a környezeti hatásokat is, hogy van-e a környezeti házat tetején antenna, egyéb transzformátor, bármi. A szembe lévő háznak a tetején van egy relé, és előttünk itt jön a földkábel. Igen. Hogy van-e ilyen kockázat, és akkor azt tudja is azonosítani a szakember, hogyha nagyon magas értéket mér, hogy mi okozta azt az értéket esetleg, ha ilyen van. Olyan is van, hogy társaságokban, régi építési társaságoknál berakták a transzformátort az alapsorba, a pincehelyiségbe, és fölötte lakások, fölötte életterek vannak, vagy irodák, az sem egy kellemes dolog. Igen. És most pedig váltottunk egy mérőfejet. Igen, most nem a rádiófrekvenciás, most a kisfrekvenciás elektromágneses sugárzásokat mérjük. Az elektromos mező, illetve a mágneses mező. Elektromos mezőre állítom a mérőrendszert, és akkor ez volt per méterben mutatja, és akkor szedi az infúzust, addig nem tudok menteni, amíg nem észlel mért értéket, és nem azonosítjuk a sugárzást. És akkor látom, ez a spektrum, 0-tól 100 Hz-ig, ez a spektrum, ez pedig az átlagérték, vagy aktuális érték mutatja. Ezt majd akkor lesz szemléltető, ha kimentem a számítógépen, akkor szépen látjuk az egész spektrumot. És
És akkor ez úgy látom, hogy nagyon nem változik, mint ahogy korábban mondtam, a mérőponton a mérési érték 5,8 és 6 volt per méter között mozog, ezt én most elmentem, és akkor a 33,08-ba mentem el. Ez tesztába történik. Bocsánat, csak... És akkor most Teslát mutat, mikroteslát ad ki a rendszer. Itt is várnunk kell, amíg azonosítja a sugárzás mértékét, és akkor aztán szépen mutatja a mért értéket. Itt is megvárjuk azt, hogy stabil értéket mutasson. Ez lehet 1-2 másodperc, lehet 10-20 másodperc is. Ha nagyon ugrál, akkor akár egy percet is szoktam hagyni, vagy akár több percet is szoktam hagyni az adott mérőponton a mérőfejnél, és akkor azt az egész spektrumot át tudom látni. Itt se nagyon, mert 0,6-0,7 körül mozog, tehát nagyon nagy eltérések nincsenek, tehát nagyon nagy kilengés, nagyon nagy ingadozás nincs, tehát alkalmas arra, hogy a mentést elvégeztem, 33,09-es memória helyre elmentettük. Nyugodtan, ez egy kézi oszcilloszkóp, ez lehet szkóp. Picit úgy fordulni, mert a fény ellen fényre legyünk. Igen, erre jobb. Igen, igen, így jobb. Tehát lehet így is ábrázolni, de most nincs mérés, tehát nullát mutat minden, mert a mérőzsinóra a kezemben van, nullponton van az érték. Most ide jövünk a hozat, hogy kapcsolok egy világítást, szerintem így jobb lesz a igen. Kamerának. Ó, ez magas volt. Tehát bizony nagyon magas frekvencia is van benne, 3400 kHz. Ráteszem a számszerű értékre, jobban látjuk így, tehát, mert nagyon pulzál. Tehát most a villamos hálózat földelő szálához, ráteszem millivoltba, a legérzékenyebb méréstartományba, hogy úgy mérjünk. Ennél 10 millivolt az épület biológiai határérték, tehát 10 millivolt. Látom, hogy itt a helyiségben alapból, itt most a légtérben mérem, ez tulajdonképpen egy légtéri feszültségmérést eredményez a földhöz képest, ez 32-33 millivolt a levegőbe az elektromos potenciál. Ez magas. Ez sok. Ez sok. És ha ráteszem a vízhálózatra, és ha az érintésvédelem megvan oldva, akkor ennek nullának kell lenni. Ha nincs megoldva, akkor több ezer is lehet. Most kíváncsi leszünk rá, hogy mennyi lesz a végeredmény. Túl csordul, tehát nincs érintésvédelem, bocsánat. Na, jó, most méréstartományt váltok, hogy megnézzük ténylegesen mennyi az annyi, mert ez 400 millivolt volt és 400 millivolt volt több. Tehát most megnézzük, hogy mennyi. Hát 600, igen. 650 millivolt. Hát ezek még nagy csalódás most. 600 millivolt. Hozzáérsz a csaphoz, mosakodsz, rajtad keresztül záródik az ára. Ez a 600 millivolt rajtad keresztül megy le, vagy bárki, aki kezet mos. Hú, én most mostanában vagyok itt. Hát váltam a mérést, tartom érzékenyebbre. Tehát ennél 10 a határérték, levegőbe azt megközelíti. Tehát ez majdnem, hogy jónak mondható. És ha ráhelyezzük, a hoppá, ugyanaz. Ugyanakkor ki. Most tartományt váltunk. Hát ugyanaz a 600-700 között. Akkor az? 690, majdnem 700 millió. Ugyanaz, tehát nincs.